Ez a TikTok. Mert régen ez a piacon volt, hogy buta emberek beszélnek, és a nagyanyám odébb húzott. Sziasztok, ez itt Magyarország első TikTok tehetségkutató műsora, a Mi a TikTokod. Az Index felhívására bármilyen videóval bárki jelentkezhetett, aki úgy érezte, hogy méltó lehet a Magyarország TikTokere címre. Arról, hogy ki Magyarország TikTokere, egy 4-tagú zsűri fog dönteni. Lássuk, kik azok, akik kezükbe veszik a TikTokerek sorsát. Zsűrink ragyogó luxus csillaga Molnár Mimi divattervező. Azt már tudjuk, hogy ha stílusról van szó, akkor ővé az utolsó szó. De vajon mi a helyzet a TikTok videókkal? Szia, Mimi! Divattervezőként fontosak neked a külsőségek. Most a látványon kívül mire fogsz még figyelni a videókban? Igazából főleg az egyediségre, illetve az, hogy tényleg megnevettessenek minket a jelentkezők, mert számomra a TikTok igazából a poénról és a humorról szól. Turai Barna, podcaster, műsorvezető, influencer, aki reméljük most a videóktól nem lesz sík ideg. Nekem csak az a tervem, hogy sík ideg legyek, sziasztok! Nekem az a célom, hogy csak én legyek jelen a TikTokon, úgyhogy mindenkit ki fogok ejteni, aki egy kicsit is vicces, de úgyhogy mindenki érvényesülhet, aki nagyon rossz. Az egyetlen és utánozhatatlan Csabi Egy, a TikTok balkáni üdvöskéje, akinek nem csak a hajában, hanem a bajszában is van az ereje, és meglátjuk, hogy most mennyire húzza fel a szemöldökét a TikTok videók láttán. Szia Csabi! Szia Márk! Lehet, hogy láttad már az összes TikTok videót? Hát én rengeteg TikTok videót láttam, de szerintem biztos, hogy lesznek olyan tartalmak, amik vadonatújak nekem. Bízok benne, hogy jó lesz a felhozattal. És akit egyáltalán nem kell bemutatni, Hajós András zenész, műsorvezető, stand-upos és veterán zsűrielnök. A dalfutár, ezt nem kellett volna ezt a szót mondani. A dalfutár atya, most figyelj, a legkevésbé boomer. De kedves vagy, de boomerkedésre készülök. 6 héten át heti 2 adással jelentkezünk, hogy kiderüljön ki Magyarország TikTokere. Az első 3 hétben arról fog dönteni a zsűri, hogy ki kerül tovább az elődöntőbe, és az elődöntőben már a zsűri által meghatározott trendeket kell követni a jelentkezőknek. Az elődöntő során már a nézők is szavazhatnak, de ennek a szabályait majd később ismertetem. Ti most dőljetek hátra, és semmi más dolgotok nincsen, mint hogy élvezzétek a videókat, és döntsetek arról, hogy kit látnátok szívesen a következő fordulóban. Lássuk, mitől döglik a légy a TikTokon. Sziasztok! 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 Kovács Csaba vagyok, a művész nevem az Pop Csabi. Botrányhősnek tartom ettől az évtől magam. Lehetsz király, hiába van a mosolyod úgy is. Az arcodra fagy. Azt mondod, az a szép, kinek a szemekét. Én zenész, azt mondom, a csendál neki jól, mint tévés, azt mondom, a sötétség. Sziasztok, gyerekek! Oké, Divin Önögamba vagyok. Kongóból jöttem, ez 24 éves vagyok. Tánctona vagyok. Minden oké? Oké. És ez nem is a videó. Van kérdés? Én ismerem őt amúgy személyesen is. Margit szigeten párszor táncoltam vele. Sok afrikai lány között volt, aztán mondom, csatlakozom. Megfogom. Megcsap inkább, akkor jöhet, mutasd meg, hogy van ez a popsirázás. Én élőben is láttam, de meglepődtem, hogy ilyen nagy a nyelve. Most akkor kidugta, hallod? Te mikre figyelsz? A részletek. Megint a részletek. Csabi, akkor én jól csinálom? Hoppá, hát, az igen. Te is jártál a Margit szigeten, látom. Néhányszor jártam, és ott mindenki ezt csinálja, érdekes. Tart ilyen afrodance meetingeket? De az utcán is bárhol különben megáll, de áktéren nyom egy táncot és csatlakoznak, úgyhogy jó a hangulat, amit csinál szerintem. Abszolút van hely a magyar TikTokon, nekem az a... Az a nézés tetszett ott a végén, az neked, azt téged nézett, Mimi. Igen, és még a nevünk is hasonló. Mimi. Sziasztok, Márkus Mária vagyok, 23 éves, Nyíregyházán élek, és imádok TikTokra videókat csinálni. Ó, micsoda puszi volt a végén. Aki bőrgy, aki tetszik, ez itt neki, ide jön, felveszi, aztán mondjam, mit tetszik, mit nem, tedd fel, te gyerek, ezt vedd el, ide bele. Végre az első normális TikTok videó. Ez egy trend, ez egy abszolút egy for you, tehát hogy most mindenki földolgozza ezt a számot, rátátok, és
ki a legjobb. Most András, a TikTokon van egy ilyen, hogy neked a For You page, és akkor abban a neked be, a pusztuljon a neked be, a For You-dba. Kicsit félek, hogy ennél nem lesz jó. Aki, aki bőrgy, aki tetszik, ez itt, neki ide jön, felveszi, aztán mondjam, mit tetszik, mit nem. Az előző csajok volt. Már többször átéltem azt, hogy ilyen számok így feltűnnek, és nem csak azt éltem meg, hogy letűntek, hanem hogy meg is halt, aki csinálta. Sziasztok, Boldizsár Béla vagyok, 35 éves Budapesten élek, inkább humorosabb videókat szeretek készíteni. Emellett néha van énekes videó is, de inkább a humoros rész, amit fő profilomnak, ha megnevezhetem így. Nézzük. Eki, eki, bőrcseki, tetszik ez itt neki. Ó, ide jön, felveszi, mondja, mi tetszik, mi nem. De jó, végre valami vicc. Végre valaki nem rátátog erre a dalra, hanem valamit hozzáad, és ettől lesz humoros. Bogi vagyok, 16 éves, szeretek TikTokozni, enni, nem szeretek tanulni. Mi ketten testvérek vagyunk, ő meg a barátunk, de mondjuk úgy, hogy testvéri viszonyban vagyunk, de ezt... Na, csak magukhoz fogadtak. Én jó van. Még jó, hogy tudjuk melyikünk. Hát de az a Börzseki, nem? De hát majd odaadom, ad ide az asztalt. Jó, akkor bogjad ide a Börzsekidet akkor. És én akkor mit csináljak? Vagy csak magyarázol nekem? Igen, magyarázok neked, mint amikor be vagyunk állva. Jó. Azt hiszi, a kocsmába ülünk, azt hiszi, lezüllöttünk már éppen. Oké. Okay. Legyalóba vagyunk. Jó. Eki, eki, Börzseki. Tetszik ez itt neki, ide jön, felveszi, aztán mondja, mit neki. Mit nem tettem, te gyerek, ezt vedd le, ide belettettem, ide belettettem. A bemutatkozó videójuk jobb volt. Igen. Én azt szeretném látni, Bogi, hogy nem eki, hanem üljetek le hárman egy kamera elé, és nyomjátok a szöveggel is, mert az viszont nagyon szórakoztató. És ez mennyire jó volt, hogy szeretek TikTokozni, enni. Ugyanaz az ember vagyunk. Vagyok, én külföldön élek, van két kisfiam, egy párom, és szabadidőmben rengeteget TikTokozok, sajnos. Ez a platform nem csak a 20 éveseknek való, hanem akár egy 28 éves két gyerekes apukának is, és remélem nagyon tetszik a videó. Nézd, Dalika, itt egy kindercsuki, ide rakom, de ne nyúljál hozzá, oké? Okay? Jó, mindjárt jön apa, jó? Vigyázz addig a csokira, de ne nyúj hozzá! Megyek vécére. Hozzá fog nyúlni, vagy nem fog hozzá. Ez lesz, ugye? Apa! Anyál a szörcsög? Azt szegélyek. Anya! Azért ide teszek egy ilyen csokit, de ne nyújj hozzá. Jót hagyom. Nagyon ismert TikToker, tehát rengetegen követik, mindig ott van a For You-ba. Monika majd így fog ülni egy pszichiáternél, 29 évesen, hogy csoki fétise van, akkor majd, engem ez aranyos, ne hívjatok. Cuki, és a kisfiú is cuki, és ő is szeretni fogja, hogyha fel. Csütő Károly vagyok. Az egész életem során végigkísérte a sztereotípiákkal való szurkálódás, meg minden ilyen szarság. Aztán úgy gondoltam, hogy a TikTok az remek platform arra, hogy fel tudjak szólalni az egész ellen. Ki tudjak állni a romaságért. Oroszlányon találkoztam olyan kis cigány gyerekekkel, akik 5 évestől 13 éves korig voltak. És ahogy az egész környéket elnéztem, nagyon-nagyon rossz körülmények között lakhattak és élhettek. Soha nem írtam alá senkinek. Viszont ők azt mondták, hogy nem képet kérnek, hanem írjam alá a kezüket. És ez valami elképesztő és nagyon fenomenális érzés volt. Diktatíva! Imádom őket, vágjátok! Felépítettem egy ilyen idézőjeles brandet, egy saját brandet TikTokon. Az nem más pedig, mint pedig a Diktatíva. És ezt így nagyon-nagyon sokan imádják. Nem minden cigány rossz cigány. Igenis, észre lehet venni, hogy ki a normális, ki nem. Például az ilyet, figyeld! Figyelj már, hallod? Nem adsz egy cigit, álladat, ketté szakítod. Vagy ott a másik kategória, ami a normális. És azt nem mondja nekem senki, hogy a második kategóriától fél. Mert a
nem. Hát normálisak vagyunk, ezt halljak meg. Sütő Karcsi szerintem az egyik legnagyobb magyar TikToker, hogyha nem a legnagyobb. Én abszolút elismerem, tehát nagyon, nagyon jók a videók. Nini, látom, hogy azért... Igen, elérzékenyültem. És ezt akarjuk bebizonyítani, hogy van a TikTokon jó cucc. Most ennek nagyon megörültem. Én is megláttam, hogy ez jó, pedig nem értek hozzá. A TikTok nevem Ájen Balázs Horváth. Olyan videókat gyártok, amikben edzéseket, hogyan csinálj bizonyos gyakorlatokat, illetve ilyen vicces jellegű dolgokat. Barna, megcsinálod ezt a szelepeset? Van ugyanolyan kocka. Nem eresz le. Mindenki, az a baj, nem eresz nem le. Eresz le. Mi nem szeretjük, fiúk, az ilyen TikTokereket. Elviszik a lányok figyelmét. Megnézném egy következő körben. Nem már. Kössétek föl a gatyátokat. Sziasztok, Bari Zoltán vagyok, 19 éves. TikTokot nagyon szeretem, mivel szeretem saját magamat adni, nem vagyok szégyellős, oda teszem magam, ha kell. Hiába habtesttel rendelkezek. De saját szeretem a testem, és a nők is szeretnek rám mászni. Mivel kacsintok nekik egyet, egyből Niagara. Jobban vonzza a fény, a színpad és a csillogás, mint a 12 óra, 24 órázás egy konyhában. Annyiba kell elképzelni, hogy először ugye van a rendes fény, utána a piros fény, átkapcsoljuk lassítottra, de kicsit ilyen kis erotikus mozgásokkal. Nem vagyok egy csúnya gyerek. Tud én nyerni meg kicsit, mert fodrász, stylist, minden, befutó lennék. Oh my gosh, look at her butt. Én esküszöm, hogy a lányokat szeretem, de ezt imádtam, ezt a videót. Komolyan mondom. Nini, de amit a szívedből érzel, azt mondjad. Nincs Niagara. Nincs. Elzárták a csapot? A videó első másodpercében. Kiszárasztítató. De egy kis Balaton sincs, ugye? Tudom, egy ördög árokkal, nincs. Inkább sivatag. Kaptunk hideget, meleget, voltak jó videók, voltak kevésbé jók, voltak, akik egyértelműen továbbjutottak, voltak, akiknél rezgett a léc. A következő adásban egy újabb csomag TikTok videóval találkozunk, és a zsűri újra ítéletet mond, hogy ki kerülhet tovább az elődöntőbe. Maradjatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Megérkezett a Yellow Bank számla Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Okay.